Kemence, festői kisfalu az Ipoly völgyében a Börzsöny-hegység északnyugati peremén. A hegyek lábánál megbúvó falu történeti emlékekben és látnivalókban gazdag. A római katolikus templom felé ballagva betérhetünk a tájházba. Felvidéki stílusú faoromzatú, hosszú folyosós házban. Szépen rendezett kiállítás ismerteti meg a látogatót a hagyományos falusi paraszti élettel. Kemence 1751 és 1793 közt Hont vármegye székhelye volt. 42 éven át ebben az épületben tartották a vármegye gyűléseit, a bíróság itt hozta ítéleteit, és itt őrizték a megye levéltárát is. A kisvasút végállomása felé ballagva a Csarna-völgyi úton is láthatunk eredeti állapotban helyreállított felvidéki stílusú házakat. A Kemencei Erdei Múzeumvasút egyedülálló műszaki emlék. Európában ez az egyetlen ma is működő 600 mm nyomtávú, görpályás kisvasút. Itt a kocsikat csak hegymenetben vontatják, míg lefelé saját súlyuknál fogva fékezéssel ülnek. Az észak-börzsönyi kisvasutak a kitermelt faanyag szállítására épültek. Menetrendszerű személyszállítása nem használták a vonatokat, csak munkások, erdészek, vadászok utaztak rajta. Az 1999. június 22-i hatalmas felhőszakadás miatt megáradt Kemencepatak csak nem teljesen elpusztította a vasúti pályát. 24 hídból 23 teljesen megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott. Ám a kisvasutak baráti körének lelkes tagjai 1999-ben létrehozták a Kemencei Erdei Múzeumvasutat, és ezzel megkezdődött a helyreállítás. 2000. július 29-én indult az első szerelvény, az alig 1,8 km-es Kemence-Godóvár szakaszon. A kisvasút történetét eredeti tárgyak, szerszámok, eszközök és archív felvételek mutatják be a kemencei végállomáson látható kiállításon. Az itt látható járművek P2, P5, MD40 mozdonyok, két, illetve négy tengelyes személykocsik egy része, három kerekű hajtány ma is részt vesz a vasút forgalmában. Kisvonat indul Pityúr létje végállomásra 10 óra 30 perckor a Lötönyök Mágányról. Munkaszüneti napokon, menetrendszerűen közlekedő vonatokon romantikus időutazást tehetünk a vadregényes Csarna-völgyben Pityúr létje felső végállomásig. Kőrózsa vagy Godóvár megállóknál érdemes megszakítani útunkat egy rövid kirándulás kedvéért a Malomkő szikláira, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a magas Börzsöny csúcsaira, a Miklós-bércre és a Csóványosra. Godóvár megálló után egy hosszú, 20 méteres hídon át folytatjuk utunkat az egyre szűkülő Csarna-völgyben. Reméljük, hogy unokáink is utazhatnak majd ezen a kisvasúton, és nekik is részük lehet e nagyszerű élményben.